Legutóbbi találkozásunk óta elég sokat fejlődtünk, ugyanis akkoriban egy kék-sárga rapapagály szerepelt a családban, Gerzson, aki az első volt, és ugye, ahogy foglalkoztunk a madarakkal, elkezdtük belemélyedni azokba a kérdésekbe, hogy mi a jó a madárnak, hogy amikor egy állatot tartunk, akkor nem feltétlenül azt kell nézni, hogy mi a jó az embernek, hanem mi a jó az állatnak, hiszen az állat az, aki ki van szolgáltatva az ember kényének, kedvének. A lényeg az, hogy a rapapagály rendkívül intelligens állat, és igényli a társaságot. Na most nyilván azt gondolják sokan, hogy megfelelő társaság egy ember az rapapagálynak, holott ez nem így van, mert az rapapagálynak az rapapagálya megfelelő társ. Erre rájöttünk, és ezért a kék-sárga színű Gerzson mellé egy zöldszárnyúnak nevezett, de valójában inkább dominálóan piros és kis zöldszárnyú, Panka érkezett a családba, akivel azóta boldogan élnek. Ugye, ahogy belemélyedtünk a papagájok tartásába, és kitettük a Gerzsonékat a röbdébe, ahol egyébként van egyik egy 3x3 méteres kis fűthető lakásuk, akkor úgy üres lett a ház. És a feleségem azt mondta, hogy mégiscsak kell egy papagáj, ami a mi papagájunk itt benne a házban, és velünk van. És akkor jött Sári, a Jákó papagáj, aki már jóval kisebb, egy galambméretű madárka, viszont rendkívül okos, rendkívül intelligens, folyékonyan beszél, fütyül dallamokat, visszafütyül, visszamond, és értelmesen párbeszédben beszél velünk. A rapapagájnak a rapapagájatársa, a Jákó papagájnak pedig Jákó papagájatársa, ezért érkezett a családba Pepe, aki ugye a fiú Jákó. Ő már nem annyira tizenlátű fiús, kicsit uralkodik a Sári fölött. Lehetőségünk nyílt arra, hogy bejusson a családba egy jácintkék ara papagáj, ami tulajdonképpen a papagájuknak a királya. Így került a családba Marci, aki most ott tartunk, hogy várja a párját. Mert hát rájöttünk arra, hogy a jácintkék arának is egy jácintkék ara a párja. Gerzson és Panka már elég ismert az emberek körében, hiszen saját Facebook oldaluk van, amin számos videó megtekinthető. Tulajdonképpen a napjait lehet követni a madaraknak, és elmentünk nyaralni a feleségemmel éppen pihenni, és Avera olvasta az úton a híreket, és mondta, hogy képzeld el, Olaszországba betörtek egy családhoz, és el akarták vinni a rapapagájukat, benyúltak a kalitkába, és megharapta a betörő kezét, és az vérzett, és a vér alapján azonosították be a betörőket, és így el tudták kapni őket. Eszembe jutott, hogy hoppá, hoppá, meg kéne írni ezt az egész történetet egy mesében. Ugyanis kiegészült azzal, hogy volt nálam egy kedves gyerekkori barátom, aki nagyon bátor ember, és mondta, hogy ne nyúlj a papagájhoz. Természetesen oda nyúlt, és elkapta a gyűrűjét, és úgy összenyomta az ujján, hogy majdnem leesett, ahogy tudtuk kikalapálni kalapáccsal. És ebből a kettő történetből alakult ki, amikor hozzánk betörnek betörők, és a Gerzson és Panka elüldözik őket. Egy Gerzson és Panka kalandjai című mesekönyv, ami onnantól kezdve, hogy Gerzson bekerült a családba, hogyan fejlődött az egész egy papagáj szeretetéből tulajdonképpen egy ilyen kis házi madárvilágá. Az alapapagájokban nem csak az a csodálatos, hogy szépek, hanem az, hogy nagyon okosak is. Hát tulajdonképpen egy állandó, értelmes kommunikációt lehet velük folytatni, és ennek következtében rengeteg szót megtanulnak, és ami nagyon fontos, hogy értelemszerűen használják. Például a Sárival van egy ilyen játékunk, hogy elkezdem fütyülni a füst a víz felettet, abba hagyom, ő ott folytatja, én abba hagytam, utána ő abba hagyja, én ott folytatom, ő abba hagyta, és ugyanezt eljátsszuk a Rammstein együttesnek az Engel című számával is, ami egyébként egy füttyel kezdődik. Azt, hogy mit tesznek az alapapagályok tulajdonképpen, azt lehet mondani, hogy sok mindent, gyümölcsöket, magukat, különböző olyan táplálékot. A feleségem mestere ennek egyébként. A chia magot nagyon szeretik, ami kefirbe van belekeverve, vagy nagyon szeretik például a tojást
főtt tojást, egyébként nagyon fontos, hogy ezt hosszan kell főzni. Folyamatosan bontanak, minden fát megrágnak, szétrágnak, leapítanak, olyan, mint egy asztalos műhelyt tulajdonképpen időnként a röpdéjük, és ezeket pótolni kell, hiszen a csőrüket ezzel koptatják. Általában naponta olyan minimum 2,5-3 órát veszel ez az időnkből. Nem is mindig lehet őket egyszerre kiengedni, nem is lehet mindig egyszerre foglalkozni velük, ennek következtében van egy napi beosztás. Most, hogy tél van, tulajdonképpen be kellett iktatni azt is, hogy Gerzson Pankát behozzuk a lakásba, és időt kellett szakítani, meg kicsit összeszűkíteni a benti madaraknak az idejét, és beletenni a Gerzson Panka foglalkozásait is. Gerzson és Panka természetesen nem csak vidám dolgokkal foglalkozik, hanem karitatív tevékenységet is folytatnak, éppen ezért egy ajándékot adtak a Győri Kórháznak, a most megnyílt gyermek sürgősségének a falát betöltve ott röpködnek, és nagyon reméljük, hogy a gyermekek örömére lesznek, amikor a bajban, nagy bajban, vagy hirtelen, vagy félelemben kis mosolyt csalnak a gyerek arcára.